Akkor folytassuk is. A 10 b milyen egyéni és csoportos védőeszközöket használ a targoncával történő munkavégzés során, mit kell tenni ezekkel kapcsolatban, kulcsszavak és fogalmak, amik kellenek nekünk. Targonca vezetőnek juttatandó védőeszközök, csoportos védőeszközök, munkáltatók kötelezettségei a védőeszközökkel kapcsolatban, munkavállaló kötelezettségei a védőeszközökkel kapcsolatban, illetve a védőeszközökben található jelölésekről lesz szó. A targon vezetőknek juttatandó védőeszközök. Az egyéni védőfelszerelés, ahol szükséges a munkavégzés feltétele, ahol ez nincs, a munka nem kezdhető meg, illetve a védőeszköz nélkül munkavégzést le kell állítani. Tehát védőeszköz nélkül tilos dolgozni. A dolgozók egyéni védőfelszereléssel való ellátása a munkáltató kötelezettsége nem hárítható át a dolgozókra. A védőeszköz karbantartásáról, tisztításáról a munkaadónak kell gondoskodnia. A munkavállaló azonban köteles a rendelkezésre bocsátott egyéni védőeszköz védőfelszerelést a rendeltetésének megfelelően használni és tisztításáról gondoskodni. Az egyéni védőeszköz, illetve védőfelszerelésnek kihordási ideje nincs. Nézzük is meg a fej, fejvédőeszközöket mechanikai sérülések ellen használható munkavédelmi sisak, szennyeződések és kisebb mechanikai sérülések ellen védő sapka, sapka kendőviselése kötelező ott, ahol forgó mozgó alkatrészek miatt a hajat takarni tilos. De ilyen lehet például a mechanikai hatás, meg a sugárzások, meg a hideg. Ugye a fejvédő eszközöknek. És akkor nézzük az nézzük is az arcvédő és szemvédő eszközöket. Tehát elsősorban az arcvédőeszköz, a mechanikai, hő és egyéb sugárzás továbbá vegyi ártalmak ellen nyújtanak védelmet. Fejpántra vagy sisakra szerelt védőlemez. Szemvédőeszköz, ugye a por, szemcsék, forgács okozott sérülések megelőzésére védőszömeget használunk, tehát azért, hogy ne menjen bele a szemünkbe. Illetve vannak légzésvédő eszközök is. Ilyen például elsősorban a légzőszerveken keresztül, ugye a szervezetbe kerül a por, illetve ártalmas anyag, egészsége ártalmas anyag, tehát ezzel a légzésvédő eszközzel akadályozzuk meg azt az ártalmas anyag bejutását a szervezetünkben. Illetve a szervezet fős levegővel, oxigénnel való ellátás is a feladatuk. A szennyezőanyagok lehetnek, ugye, amit mondtam, por, füst, köd, gázok és gőzök. Ezen belül ugye van félárac, ára, fél kombinált fél állarc, teljes állarc. Illetve van friss levegős és sűrített levegős készülék is a légzésvédő eszközökből. De amit itt olvashatunk, az ugye az, hogy szűrőtípus, izolációs légzés készülékek, fél árat, teljes árat, ugye különböző szűrőbetétek. Hallásvédő eszközök, ugye védősisak, védőfültök, zajvédőfüldugó, zajvédő vatta. Ugye a hallásvédősisakok, ugye itt írja, hogy 25-30 decibel, ligiók. jók. ugye 125 decibel, de nézzük is meg a védőruhát, tehát hő, vegyi álló láng, permet, vegyszer, rádióaktív szennyezés, védőkötény és derékvédő. És ugye véd az elektrostatikus feltöltődéstől, és a hideg és meleg ártalmaktól. És akkor van még a védőruházat, ugye az egész testet védő eszközökből, tehát ez egy darabból állnak, Kámzsával, csizmával, kesztyűvel légmentesen zárható ruhák. Ezek ugye védenek a különböző anyagoktól minket. De most térjünk is át a kézvédő eszközökre. Ugye védőkesztyűk, kopás szigetelő, saváló, olaj, ózonálló kesztyűk léteznek, illetve egyéb -egy más kesztyűk, mindjárt mutatom. Itt találhatjuk a kézvédő eszközöket. Tehát láncvédő kesztyű, bőr, kesztyű, 5 egyújás, hővé, hőálló, hővédő kesztyű, vibrációs kesztyű, védőkesztyű elektromos áram ütés ellen. És akkor nézzük meg a lábvédő eszközöket is. Tehát a lábvédő eszközök. Csúszás, vágás, hő, szigetelés és vegyi ártalmak ellen véd. Illetve vannak leesés elleni védőeszközök, tehát munkaövek, testhevederek, félhevederek, zuhanásgátlók, mászógép és mentő, egyéb mentőeszközök. Illetve vannak csoportos védőeszközök, a védőeszköz vagy berendezés hatóságorán belül tartózkodó összes személyvédelmét védelmét szolgálja. Tehát ilyen a korlátók, védőfalak és burkolatok, ezek az összes személy védelmét szolgálják. Nézzük is a munkáltató kötelezettségei. A munkavállalót az enyéni védőeszközzel el kell látnia, ugye? amit itt olvashatunk, az egyéni védőeszköz megfelelően ki kell választania, természetben a munkavállaló rendelkezésére kell bocsájtania, a munkavállalót folyamatosan kell ellátni az egyéni védőeszközökkel, az egyéni védőeszköz használatát meg kell követelnie. A munkáltató joga a megfelelő és rendeltetésszerűen használható egyéni védőeszköz használatát megkövetelni. illetve a védőeszközöket a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartania. A munkáltató kötelezettsége, hogy biztosítja a védőeszköz rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét és kielégítő higiéni és állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását, pótlását. A rendeletesztésszerű használhatóságának az alapfeltétele, hogy a munkáltató az egyéni védőeszköz tájékoztatóval és annak tartalmát a munkavállalóval megismertesse. És akkor most beszéljünk is pár szóba a védőeszközökön található jelölésekről. A gyártó által a forgalmazott védőeszközökkel együtt kötelezően adott tájékoztatónak a gyártó, illetve az európai közösségben letelepült megbízottja nevén és címén kívül minden hasznos adatot tartalmaznia kell az alábbiakra vonatkozóan. Tehát a tárolási, használati, tisztítási, karbantartási, ellenőrzési, fertőtlenítési utasításokat, a gyártó által ajánlott tisztító, karbantartó vagy fertőtlenítőszerek, a használatuk során nem lehetnek semmilyen káros hatásra sem a védőeszközre, sem a felhasználóra. A védőeszköz védelmi szintjének vagy kategóriájának ellenőrzés célző műszaki vizsgálatok során alkalmazandó feltételeket. A védőeszközzel együtt használható járulékos elemek, valamint a megfelelő cserélakat jellemzői. A megfelelő védelmi szintek a különböző mértékű kockázatokkal szemben és azoknak megfelelő használati határok. A védőeszköz vagy bizonyos alkotóelemének elemének elhasználódási ideje vagy határideje, a megfelelő csomagolás fajta, ugye a védőeszköz szállításához, jelölések jelentése. A védőeszköznek a további rá vonatkozó nem rendel rendelet, Előírásnak történő meg megfelelést, ugye kifejező LK jelölés? Tehát a rendelet előírásnak történő megfelelést kifejtő LK jelölés. Ha külön jogszabály lehetővé teszi a választást annak és e rendeletnek alkalmazása között, akkor az LK jelölés a választott előírásnak történő megfelelést fejezi ki. A védőeszköz tervezésébe bevont bejelentett szerv neve, ugye címe és azonosító számának is rajta kell szerepelnie. A védelmi képességre utaló ugye, piktogramok, honosított harmonizáló szabványok tartalma, stb. És ugye a minősítés során korábban meghatározott típusszámok az új megfelelőségi tanúsítás során nem használhatósak. És ugye mindjárt megnézzük az LK jelölést, hogy mi is az. Ugye az LK típusvizsgálatok alapján a különféle típusú kockázati tényezők fokozatainak megfelelő megállapított védőeszköz képességét és a védőeszköz védelmi osztályát, és ez által biztosított teljesítményértéket és a védelmi fokozatot paraméterek megadásával, továbbá azokat a körülményeket, amelyek között a védőeszköz nem használható, illetőleg használata nem engedélyezett. Ezt kell tartalmazni az LK-típus vizsgálatoknak. Hogy melyan nem engedélyezett használat, illetve hogyan teszteltünk, és minek áll ellen az a védőeszköz. És nagyjából szerintem ennyi is lett volna ez a tétel, úgyhogy elköszönnék, további jó tanulást!